Budapesti metró építésének érdekes eseményére gyűltek össze az építők és a sajtó képviselői, hogy tanúi legyenek azoknak a pillanatoknak, amikor a fúrópajzs beérkezik, jelezve, hogy elkészült a kelet-nyugati metró alagútjának utolsó szakasza. A fúrópajzs 2,5 kilométeres utat tett meg. Az utolsó méter talajáttörése még a legedzettebb alagútépítőknek is izgalmas esemény, mert befejezése annak a nagy munkának, amely során számtalan nehézséggel kellett megküzdeniük. Hosszúfát engedünk le a lift alatt, vigyázzunk! Gyakaptatás, a benzinipelést megkezdjük! A hang eltorzult, az ember úgy érezte, dobhártyája szétpattan, s nyomban meghullad. Arcunk verejtékben fürdött, csak a munkások nyugodt szeme kölcsönzött bátorságot. Az új, kelet-nyugati irányban haladó föld alatti építésénél 50 méter mélyen folyt a munka. A rendkívül nehéz talajviszonyok között naponta 70 cm haladtak előre. Ez alatt fiatal építőművészek pályadíjnyertes munkái alapján készültek az állomások és várócsarnokok tervei. Thank you.
A metró első elkészült szakasza után tovább folytatódik a föld alatti kelet-nyugati vonalának építése. Amikor a marótárcsa az utolsó fordulat után megállt, a nyíláson boldogan másztak át kezet rázni a fogadókkal azok a munkások, akik hosszú útján végig kísérték a pajzsot. Az alagútfúrás nagy munkája véget ért, 130 ezer köbméter talaj termeltek ki, helyére 9 ezer tonna öntött vasat, 26 ezer tonna vasbetont építettek be. A vasbeton elemekkel bélelt alagutat ezután majd a szigetelők és a vágányépítők veszik birtokukba. A fúrópajzsot pedig hosszabb karbantartási idő után az észak-déli metróvonal építésénél állítják munkába. Rendkívül magas páratartalom, a 30 fokos hőség nagyon megviselte a bányászokat. 4-6 órás föld alatti munka után fel kellett jönniük. Talajomlás, metánszivárgás, kemény köves talaj hátráltatta a fúrást. A pajzs ennek ellenére a tervezett határidő előtt érkezett meg. A két alagút a legnagyobb pontossággal találkozott 30 méter mélyen a Moszkva tér alatt, ami a geodéták kiváló munkáját dicséri. A metróépítői ezen a napon együtt ünnepeltek, és további munkasikerekre kocintottak, mert hiszen a teljes kelet-nyugati metróvonal üzembe helyezéséig még igen sok építési feladatot kell teljesíteniük. Mm-hmm.